Július 11-én Izsákra látogatott Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Látogatásának apropóját az iskolában zajló Erzsébet tábor adta. Iskolánk most először kapcsolódott e programhoz. Az izsáki alsós gyerekek 3 héten át mintegy 200-an vettek részt a tábor programjaiban. Az Erzsébet táborok méltán népszerűek, én úgy látom, hiszen egy szülő számára az, hogy a gyerekei hogy töltik el a nyári szünidőt, ami 10 vagy 11 hét, az idei évben például 11 hét, az mindig egy komoly kihívás. Ilyenkor a szülők is szeretnének persze együtt lenni a gyerekekkel, de hát senkinek nincs annyi szabadsága, úgyhogy ez általában 1-2 hétre korlátozódik, és a többi részét vagy a nagyszülőknél tudják tölteni a gyerekek, vagy nem, ilyenkor azért jönnek a táborok is. És a balatoni Erzsébet táboraink, illetve a napközis Erzsébet táboraink is nagyon népszerűek. Egyre többen érdeklődnek, egyre többen jelentkeznek, és az idei évben éppen emiatt közel 100 000 gyermeket tudunk már fogadni a táborainkban. Csak napközis táborban 60 000 gyermeket, 1200 különböző táborban az ország 500 pontján. Tehát én azt hiszem, hogy ez tényleg egy olyan nagy program, ami rengeteg gyermeket és rengeteg családot ér el. Ráadásul nem kerül sokba, hiszen a táborokkal általában az a gond, hogy azért finanszírozni azt, hogy 8-10 héten keresztül a gyerekek tartalmasan tölthessék az idejüket valahol, az rengeteg pénzbe kerül a hagyományos táboroknál. Nem így van az Erzsébet táborokkal, hiszen például egy ilyen napközis Erzsébet táborban naponta 100 forintot fizetnek a szülők azért, hogy a gyerekek kézműveskedjenek, sportoljanak, kikapcsolódjanak, és nem utolsó sorban naponta 4-szer kapjanak étkezni, és ezért biztonságban, jó körülmények között. Erzsébet tábor keretében 3 héten keresztül táborozhatnak az izsáki általános iskolás gyerekek, ezen a héten egy sporttáborban vesznek részt a gyerekek 1-től 4. évfolyamon. Itt a focipályán vannak különböző programok, a mai napon a buborék focit próbálhatják ki a gyerekek, egyébként pedig játékokat, különböző eszközöket hoztunk ki a számukra, amikkel tudnak játszani. 8 fiatal kolléganőm döntött úgy, hogy az első 3 hetét a szünidőnek erre fogja szánni. Rendkívül tartalmas programot állítottak össze heti váltásokban, tehát 1 hét egy tábor, és tulajdonképpen mindegyik héten van valamilyen kirándulás, van valami olyan élmény, ami nem az iskolai körülményeket idézi. De egyébként, ha körülnézünk, az iskola egyáltalán nem iskola benyomását kelti most, hanem inkább egy nagy játszótér.